És akkor volt egy nyílvessző. Valahol volt egy nyílvessző, szintén bambuszból. És fogtam egy csillagszórót, amit rátettem a végére, mivel itt most nem csinálhatunk tüzet, prezentációs technikák, ugye oldjuk meg valahogy, hogy önök is minél jobban átéljék, a legidiótább promóciós ajándék, amit valaha láttam. Ez lesz a csillagszórónk. Fel is helyezem. A nyílvesszőre. És a karácsonyfát azt pedig kivittük a hátsó terbe, kapott egy kis gyorsítót. Mármint benzint, hogy azért gyulladjon is meg. Mert hogy nem vagyok egy Kassai, vagy Mónus József, tehát így nem tudok nyilazni. Nem vagyok íjász. De azért persze csináltam íjat is. Az lesz a tűz. Roland pedig az önként jelentkező, kijelölt önként jelentkező, én megkérlek, hogy kapcsold is be. Ha bármi történne veled, azt szeretném elmondani, hogy jó tanítvány voltál. És hidd el, hogy ez nem személyes, csak üzlet. Jó, de valami ilyesmi történt. Na, azt mondja, várjunk, gyújtsuk meg a csillagszórót. Szia, Roland, jó volt veled? Aha! Na! Aha! És ami a látvány volt maga, az meg körülbelül így nézett ki. Amiről ez a kurzus szól, az az, hogy mint jövő oktatói, orvosai, vagy bárki, akik emberrel foglalkoznak, használjuk ezt, ami nem nagyon fog működni, vagy csak rövid ideig, vagy pedig kitanuljuk a bambusz művelésének egy egészen más, fáradtságosan roppant élvezetes módját. Melyiket választják?